próbálja megtalálni a pozíciót az előre játékhoz a Győr. Nem könnyű, mert jól levédekezi a területet a Paks. Völgyi lőheti rá. Kellemetlen lövés, és ki is köt a labda a hosszúba. Kicsit elnézte ezt Zsernyánszki. És Völgyi góljával, aki a legaktívabb játékosa volt az elmúlt percekben a hazai együttesnek, megszerzi a vezetést a Győr. Hát majd érdemes lesz a lassítást megnézni, hogy hogy nézhette el így a labdát Zsernyánszki Norbert, mert eléggé éles a szög. Mi okozott kavarodást az ott lévő játékos, aki ugye nem ért hozzá a labdához, de nagyon megzavarta a helyezkedése. Valószínűleg arra számított Csernyánszki, hogy majd ezt a lövést kifejeli, vagy leblokkolja a védő, ezzel szemben viszont elment a labda, és kikötött a hosszúban.